Megáll. Szuper. Az üzemanyag és energia árak emelkedése a sportcsarnokok, tornatermek üzemeltetőit és a sportegyesületeket is érzékenyen érintette. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége igyekszik segítséget nyújtani a csapatok költségeinek csökkentéséhez, ezt szolgálta a női amatőr NBA csoportjainak átalakítása. A korábbi erősorrenden alapuló piros és zöld helyett idén 3 területi elv alapján kialakított csoportban piros-fehér-zöld indult a bajnokság. A nyíregyházi kosársuli a zöld csoportba kapott besorolást. Az alapszakasz március közepéig tart, a csoportok első két helyezettje játszik majd tovább az A csoportba kerülésért. A csapatok nem igazán szerették volna ezt a fajta lebonyolítási rendszert, mert ugye azoknak a csapatoknak, akik nem véletlenül voltak a zöld csoportban, tehát nekik azért kapni olyan csapatokat, akik a piros csoportban voltak eddig, nem egy egyszerű dolog, de végül is a szövetség alakított 3 csoportot, ezen belül megpróbáltak területi elv alapján szétosztani a csoportokat. Ugye az egyértelmű, hogy a Budapest az mindenkihez került. Mi éppen a legtávolabb csapatunk nekünk talán a Kecskemétre utazni kell, de ugye ennek meglett az a veszélye, hogy olyan csapatok is bekerültek ebbe a körbe, akik ugye tavaly esetleg a piros csoportban a dobogón végeztek, és ugye NB1-ás csapatoknak második csapatai. Tehát ez itt azért ez komoly fejtörést okoz ez minden csapatnak. Ugye mi pont már az első fordulóban szembe is jöttünk a Vasas 2 csapatával. A Vasas 2 ellen jól tartotta magát a fiatal nyíregyházi csapat, végül azonban győzött a rutin, a vendégek 74-63-as sikerrel távoztak a Szent Imre gimnázium csarnokából. Nem teljes csapattal vettünk részt az első mérkőzésen. Én úgy gondolom, hogy még a Vasast is megleptük a játékunkat, hát itt azért ők úgy készülnek, hogy itt ezek ugye a zöld csoportos csapatok, vagy ugye azok, akik vidéki csapatok, hogy nem fognak olyan játékerőt képviselni, ami esetleg megnehezíti az ő dolgukat. Ettől függetlenül azért lehoztak olyan játékosokat, akik rendre játszanak a NB1-ás bajnokságban is 10 perceket. Jól mentek a lányok. Egy negyed volt az, ami azt mondom, hogy az elment, hogyha ott egy kicsit koncentráltabbak vagyunk, akkor még szorosabb mérkőzés játszottunk volna. Én úgy gondolom, hogy ez a 10 pontos vereség azért az nem a világ vége. Ha ilyen formában haladunk tovább, akkor az nem azt mondom, az első kettőbe be fogunk jutni, de szerintem itt az elején, tehát a 3-4-ben szerintem bent tud maradni a mi csapatunk is. A nyíregyházi kosársuli legközelebb november 6-án játszik bajnoki meccset, akkor Kecskeméten lép pályára Farkasinszky Gyuláné együttese. A szakmai igazgató elmondta, igyekeznek takarékoskodni, és egészen biztos, hogy a téli időszakban is megtartják az edzéseket és a meccseket csarnokukban.